Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, jön egy újabb Warframe karakter, ezúttal Loki-val foglalkoztunk. Hogy is lehetne leírni a Loki-t? Van az a pillanat, tudjátok, amikor istentelenül pró vagy, a kardod úgy vág, mintha még soha nem vágott volna a fegyvered, úgy lő, mintha még soha nem lőtt volna, és egyszer csak kijön egy Loki láthatatlanságból melletted. Na ez a Loki, tehát a Warframe egyik legnagyobb trollja, és 100-210%-osan overpowered karaktere. Nincs olyan küldetés, amihez a Loki ne tudna alkalmazkodni. Az ultimate kényelem karaktere, ezért is pozitív és negatív is, mint a Rino is. Ha Lokit használsz, elfelejtesz gondolkodni, mert mindent megold helyetted. Főz helyetted. Átváltozik nővé helyetted, mindent megcsinálsz. A Loki az ultimate overpowered, és ezért egyben kényelmes is, és elfelejted használni a többi Warframe-et gyakorlatilag. A Loki-nak van egy Prime változata is, idén jött be, hát idén, tehát nincs egy éve gyakorlatilag, hogy kijött a Loki Prime változata. Őrület, a tradingen legalább 200 és 250 között, tehát 200-250 plat között mozog az ára. És nagyon jól is néz ki, amint láthatjátok ugye itt a kis videóban. Úgyhogy mit tudunk a Lokiról? Ugye Loki valóban Lokiról kapta nevét, a norvég istenről ugye, és az összes képességét úgy állították be, hogy olyan legyen. Tehát hogy a norvég isten, azon kívül, hogy a szerencse istene, maga a mágia, a trükk, tehát a trükközés istene is, és a többi, és a többi. És maga a karakter teljes értékben úgy van összeállítva, elképesztően OP tud lenni, és a Lokival két út létezik. Tehát létezik a kényelem útja, amit a játékosok 90%-a választott meg között én is, amikor ninjást csinálunk belőle, és létezik egy olyan út, amikor a képességeit csak úgy kombinálod, ahogy a fantáziád engedi, mert a képességei összessége hihetetlen élvezetes játékmódot tud nyújtani. Na most ezért a Loki ebbe a szempontból egyedül, bárhol, bármikor, bármilyen küldetésben, igen, még defense-ben is, ezt majd elmondom, hogy miért állja meg a helyét, még defense-ben is tökéletesen megállja a helyét. Egyszerűen, amikor már olyan magas szintű küldetéseken vagy, hogy a simán nyers nyáklatatlanság sem elég, akkor a képességének kombinációjával hihetetlenül sokáig életben lehet maradni. Szóval a Loki egy olyan karakter, ami igazából képes lenne legyőzni az összes másikat. Tehát ezt azért mondom, én nekem a Loki volt az első karakter, amikor én elkezdtem Warframe-ezni anno a bétában. A Loki még egy választható karakter volt. Nem direkt választottam őt, csak azért választottam őt, hogy ne azt válaszol, akit mindenki, és akkoriban mindenki majd, hogy nem Excaliburt választott, úgyhogy én úgy döntöttem, hogy nekem Loki kell, mert másképp néz ki. Na, amikor megválasztottam, megbántam, és így lesztek vele valószínűleg ti is, hogy amikor elmentek kifarmolni, akkor hát ez nem is annyira jó karakter, ez nem is akkora nagy szem, mert nézd meg, mennyire kevésbé látványos képességei vannak, és a többi Warframe-hez képest tényleg kevésbé látványos képességei vannak. Na de ez ne tévesszen meg, mert amint egy kicsit, egy picit ráérzel az ízére ezeknek a képességeknek, le fogod szarni, mennyire látványosak, mert amennyire nem látványosak, annyival százszor hasznosabbak és praktikussá teszik ezt az egész karaktert. Na, jöjjenek akkor a képességei a kedves Lokinak. Mintán kiparmoltátok szépen, van az első képessége, a decoy. Lerak magáról, 25 másodpercig maxon, lerak magáról egy másolatot, ami minden szinten eltereli az ellenfél figyelmét. Többnyire, de lehet, hogy csak azért, mert mindig láthatatlan vagyok volna. De minden szinten eltereli az ellenfél figyelmét. A probléma az, hogy életvonala van neki, és gyakorlatilag leütik. Az erősebb ellenfelek egy-két ütéssel leütik. De alacsonyabb ellenfeleknél egész maximum kibírja, szóval, és nagyon jó elterelés mindenkinek. A következő képes, először végigmegyünk a képességen, utána egy-két ilyen dolog a képességeiről. A második képessége a láthatatlanság. Warframe top 1 a láthatatlanság, tehát mindent meg tudsz vele oldani, ugye S is láthatatlan tud lenni.
4 másodperccel rövidebb ideig, mint a Loki alapjáraton. 12 másodperc láthatatlanságot kapsz a Loki-ra. Ez se ugye kevesebbet. Ultimate Ninja, ez a 12 másodperc, azt hinnéd, hogy rövid, de olyan... Ez annyira hosszú idő, hogy komolyan mondom, egész hadseregeket tudsz vele legyilkolni. Azért, mert láthatatlanság közben négyszeresre növekszik a sebzésed. És ez nagyon durván sokat jelent. Ha egy gyenge karddal vagy, akkor is sokat jelent. Ha egy erős karddal vagy, akkor meg végképp sokat jelent. Tehát amennyit sebez a karddal, azt még négyszerez meg. És négyszerez meg annak a crit chance-ét, négyszerez meg annak a critical damage-ét. Minden négyszerezzél meg, hogyha critical tűz, négyszeres. Ha simát tűz, négyszeres. És gyakorlatilag, mint kés a vajon átmész az ellenfeleken, aprít a Loki hihetetlenül. Overpowered, ezért az embereknek a 98%-a Lokit láthatatlanságra húzza ki, és arról is beszélünk, hogy miért. Switch teleport, ez egy nagyon elmebeteg képesség, lehet vele trollkodni. Gyakorlatilag 75 méterig az ellenféllel, hivatalosan, az ellenféllel helyet cserél a kedves Loki, és megzavarja az ellenfelet. Na most ennek az a veszélye, hogy jön egy csoport ellenfél, és te kinézed, hogy na most veled helyét cserél, akkor egyszer csak ott találod magad az ellenfelek között. Ami mondjuk nem baj, hogyha gyorsan tudsz reagálni, mert nem hogy csak az ellenfelet zavarja össze az, hogy teleportálsz vele, de egy kicsit téged is, de hogyha gyorsan képbe tudsz lenni, egyszer csak beteleportálsz egy halom ellenfél közé, ellövöd a láthatatlanságot, és legyilkolsz mindenkit. A Loki-nál az úgy néz ki, amikor átmegy láthatatlanságban, nem látsz semmit, annyira láthatatlan karakter, és csak így XP-k röpködnek össze-vissza, és testdarabok. És ez így néz ki a Loki egy kívülállónak, sose ritkán láttam ugye a Lokit kívülállónak, amíg ő volt az első karakterem, de amikor más karakterem volt, és volt velünk egy Loki, és csak azt néztem, hogy valahogy így szétnyílik az út előttem, ja bocs, mert egy Loki, és így röpködtek a testrészek és az XP-k. Mert tényleg, mint a késő vajon úgy tud haladni láthatatlanságban. És ugye a Switch teleport, az teleportálni tudsz ellenféllel, a saját dikolyoddal, a saját képmásoddal, és teleportálni tudsz ugye társaiddal is, olyan társaiddal is tudsz teleportálni, akik elestek, és ki tud őket húzni a bajból. A teleportálással, a dikoly segítségével el tudsz jutni olyan helyekre, ahova mások nem jutnak, különösebb akadály nélkül. Ezért is Loki a Spy Mission-ökön elképesztően effektív. Van egy lézer rajta, no para, nyomsz egy dikolyt és átteleportálsz. Bárhova el tud jutni a Loki, tökéletes sniper pozíciókba, kimented a társaidat, legyilkolni az ellenfelet. Tényleg csak a fantáziádon múlott, hogyan kombinálod ezeket a Loki képességeket. Az ultia egyben a... Akár hiszitek, akár nem, a Warframe egyik leghasznosabb ultia. Ha tetszik, ha nem, de tényleg így van. És az úgynevezett Radial Disarm. Ott kezdődik, hogy 500-as sebez infesteden, ami alacsony szinten zsinórba öli, hullámba öli őket. Tehát alacsony szinten ez az 500-as sebzés zsinórba öli őket, ezt tudom, mert ugye úgy Lokival kezdtem. Magasabb szinteken, bocsánat, minden más szinten, ha 5000-es ellenfeled jön egyszer, akkor is megtörténik, minden más szinten a Radial Disarm lefegyverezi az ellenfelet. Tehát magyarul azt történik, hogy egy ilyen bot lesz a kezükbe, és azzal jönnek neked. Na most ezen veszély áll fönt, hogyha nem gondolkodsz, és mondjuk a Vodnál jársz 40. percnél, és nyomsz egy ilyen Radial Disarmot, mert körbevesztek már titeket, akkor gáz van, mert mindenkinél bot lesz, de a látható embert fogják ütni, és te majdnem biztos, hogy nem leszel látható a Lokival akkoriban, és a társadalmat veszélybe kerülöd. Ezért kell kombinálni a képességet. Leraksz egy decoyt, radial, disarm, láthatatlanság és gyilkolás indul. Szóval ilyen apró trükkök vannak a Lokival, kombinálni kell. A Loki megtanít harcolni karddal, az biztos, és az a baj, hogy a kényelmi faktora nagyon erős. Mert a láthatatlanságon mindent megoldsz, a probléma vele az, hogy a láthatatlanságon nagyon hosszú ideig oldasz meg mindent. De amikor már tényleg ott vagy, hogy egy óra voidban vagy, és kurva sokan vannak, nagyon nehéz ellenfelek jönnek, és sokan jönnek, akkor kénytelen vagy gondolkodni és kombinálni a képességeket, hogy tovább is bírd.
mert a Loki OP nagyon, és lehet vele játszadozni. Úgyhogy szerezzétek meg a Lokit, azt mondom, irány a Neptun, irány a hiénapak. A hiénapakot hogy kell legyőzni? Viszel egy Novát, viszel egy erős gépfegyvert, egy nagyon erős kardot, mert egyszerűen Nova lelassítja, és akkor mert gyorsan szaladnak. A Nova lelassítja őket, és te megoldod a többit. Szóval ez lett volna nagyjából a Loki, úgyhogy gondoljátok végül, mert über overpowered karakter, és ugye mostanában van egy olyan küldetés a Földön, hogy raid, amit a marketben megvehetsz és megcsinálhatsz a Foundryban, ugye Law of Retribution, csak raidnek szokták becézgetni, és ott ugye ilyen 70-80-as szintű ellenfelek jönnek gyakorlatilag, és a Loki az egyik alap karakter, tehát kettő, ráadásul két Loki abban a küldetésben alap karakter, és anélkül nem is szabad és érdemes gyakorlatilag elindulni, hogy viszonylagos biztonságban végig lehessen csinálni ezt a küldetést. És akármilyen másik küldetésen, ahol más Warframe elbukik, a Loki talpon marad. Szóval gyakorlatilag bármelyiknél jobb. Azt kell, hogy mondjam. Tehát eddig minden más Warframe-el elestem, a Loki-val nem igazán lehet elesni. Szóval ahol tényleg más Warframe-el esik, ott a Loki-val meg tud találni az utadat, és rá tudsz jönni. Vannak neki is ilyen természetesebb ellenségei, ami kihozza a láthatatlanságból, de nem igazán kell vele törődni. A modolás tekintetve, mint mondtam, én kényelemre megyek rá, mert ma nagyon high-end mission-ökre viszem a Loki-t, semmi másra gyakorlatilag, amikor tudom, hogy sokat kell menni, vagy nagyon magas, ilyen mondjuk T4 formulás indul egy interception-ön, akkor Loki-t viszem, mert akkor sokáig lehet vele bírni, és nem kell aggódjak, killódjak, és nem kell figyeljek leginkább, mert a Warframe az egy lazulós játék, nem egy odafigyelős játék. Úgyhogy a modolás tekintetve húztunk egy kicsit Shieldre, életre, de redirection és vigor, tehát nem extrázzuk el az életet azért, mert minél hosszabb időre szeretném kihúzni a láthatatlanságot, és minél hosszabb ideig szeretném, hogy meglegyen. Úgyhogy most jelenleg talán valami 28 másodpercig tart a láthatatlanságom, és ilyen boldog vagyok vele, mert gyakorlatilag egész pályákat lehet átfutni ezzel a láthatatlansággal, ha arról van szó. Lokival gyorsan lehet megcsinálni akármilyen mission, csak odaszaladsz, visszaszaladsz, el van intézve, szóval az ilyen unalmas missionökre a Lokit például nagyon javaslom. A high-end küldetésekre a Lokit nagyon javaslom. Mindenféle küldetésre a Lokit gyakorlatilag javaslom, mert a láthatatlanság nagyon sok mindent megold. Az, amit mondom, az, hogy a Loki igazi OP-sága az a képességének a kombinációjában rejlik, és idővel nekem sem volt a kedvenc karakterem, nem szerettem annyira használni, és reménykedtem, hogy amikor újra bekapcsolom a Warframe-et, eltűnik és nem lesz ott, de idővel első számú karakterévé nőtte ki magát, főleg mert nem volt más egy időben, és rájöttem, hogy bazd meg, hát ezzel mindent meg lehet oldani. Úgyhogy modilás tekintetve nálam a láthatatlanság a nyerő. Aki használ még Lokit, az nyugodtan írjon le, sőt kérem, hogy írjon le modolási tanácsokat, hogy ki mire modolt a Loki, szóval hogyha valami eltérőre modoltad mondjuk radial disarmra a Lokit, akkor azt leíratnál nyugodtan, vagy bármilyen más képességét kierősítetted a Lokinak, akkor azt írjátok le, hogyha valami más, mint láthatatlanság. Köszönöm a figyelmet, ennyi lett volna, sziasztok!